December végén a Dombóvár Árnyas utca 29-31 szám alatti 20 lakásos társasház veszélyesen megsüllyedt. A szakemberek megállapították, hogy az épület a célfővezetékén a méretlen szakaszon csőtörés keletkezett, a hibát a szolgáltató január 3-án elhárította. Az első napi rendi pontban ezt az ügyet tárgyalta Dombóvár képviselőtestülete. Az Árnyas utca 29-31 szám ingatlan sajnos olyan műszaki állapotba került, hogy azon év beavatkozást igényel. Ezért úgy döntött ma a képviselőtestület, hogy 10 millió forint visszaadott érintendő támogatást nyújt nekik kamatmentesen, illetve az önkormányzat a jogi segítségnyújtást felvállalta, és nyilván a jogászai munkákban aktívan részt fogunk venni, hogy minél hamarabb, minél gyorsabban is gyakorlatilag 100%-ban legyenek az ott lakók igényei kielégítve, illetve minél hamarabb tudjanak visszaköltözni az ingatlanba. A napi rendi pontok között a hagyományoknak megfelelően a képviselők tárgyalták a civil keret és a sportkeret pályázati felhívását is. És egy nagyon fontos napi rendi pont, hiszen a dombóvári civilek és sportszervezetek várják, hogy 2024-ben mikor tudnak már pályázni és milyen keret összeggel. Az elmúlt 4 év gazdálkodása megteremtette annak a feltételét, hogy a civil keretet 5 millióról fel tudjuk emelni 7 millióra, és a sportkeretet 50 millióra 60-ra. Erre 60 millióra nagyon büszke vagyok, hiszen 2019-ben 20 millió volt ez a keret, és az elmúlt évek gazdálkodásából adódóan háromszorására tudtuk felemelni. Szintén fajsúlyos naprendi pont volt a 23 évi költségvetési rendeletünknek a módosítása, hiszen januárban már tényszámokat tudtak a pénzügyi iroda kollégái, és próbáltuk megteremteni annak a lehetőséget, hogy minden sorra helyére kerüljön. Nagyon fontos, hogy a gazdálkodásunk mindvégig kiegyensúlyozott volt, és az év végét is hiány nélkül tudtuk zárni, illetve engem is meglepett, hiszen éveken keresztül nem vettük igénybe a folyószámla hitelt már. Tavaly évben egy technikai malőr miatt 7 napra egyszer igénybe vettük, de remélem, hogy a közeljövőben ilyen már azért nem fog előfordulni. Pintér Szilárd elmondta azt is, a Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatója úgy döntött, február 1-ével megválik a cégtől. Ki kellett nevezniük átmenetileg egy új ügyvezetőt. A polgármester reméli, az átállás zökkenőmentes lesz.